Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a rendőrség előtt, és már mögöttünk a pálya be is van rendezve. Hamarosan verseny kezdődik, hogy mi is ez, arról Antal Júlia Örnökből beszélgettünk. Fölrajzolták a pályát, ez azt jelenti, hogy hamarosan kerékpárosok jönnek erre a szervizútra. Milyen verseny lesz ma? A mai napon kerül megrendezésre a Karcagi Városi Balesetmegelőzési Bizottság által a Karcagi Általános Iskolások részére a kerékpáros ifjúsági kupa és a Ki a Mester két keréken elnevezésű verseny. A gyermekek először Crest Teslap kitöltésével fogják megkezdeni a versenyt, majd ezt követően fognak végigmenni ezen az akadálypályán, amit itt felállítottunk. És ez felső tagozatosoknak van. Előtte volt valami felkészítés, vagy mindenki, amit eddig tudott az elméleti tudását, azt fogja itt most próbára tenni a teszteken? Igen, hát igény szerint az iskola rendőrökön keresztül került felkészítésre a tanulók többsége. Egyes iskolákba külön már ki is állítottuk ezt a pályát, ahol tudtak gyakorolni és felkészülni a tanulók erre a kis versenyünkre. És itt most aki a legügyesebb lesz, úgy tudom, hogy az első három helyezettet külön is díjazzák. Igen, a legjobbak, tehát mind a két versenytípusban a legjobb három helyezett fog értékes jutalmat kapni, illetőleg lehetőségük lesz a megyei döntőre való bejutásra. Akkor nagy a tét, reméljük, hogy azért lesz olyan csapat, aki hibátlanul teljesít, és ott lesz a megyein. Egyébként iskolánként, vagy osztályonként, hogy versenyeznek? Hát iskolánként is versenyeznek, meg egyéni versenyről is van szó. Tehát a kerékpáros ifjúsági kupa az egy csapatverseny, ami nem feltétlenül muszáj, hogy egy iskolából kerüljön ki a csapat. Természetesen a legjobbak fognak tovább jutni ebbe a versenyszámba és a megyei döntőre, illetőleg az egyéni verseny a Ki a Mester két keréken elnevezésű versenyünk, itt pedig egyéni megmérettetésen vesznek részt a diákok. Hát akkor mi jó versenyzést és jó zsűrizést kívánunk Önöknek, és hát azt, hogy amit itt megtanulnak, azt gyakorlatban is használni tudják a gyerekek. Reméljük, hogy tudják kamatoztatni, és persze balesetmentes közlekedést kívánunk továbbra is nekik. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, minden jót!